A Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg Villánykövesden ez az ingatlan. Az épületben a községháza és az orvosi rendelő található, mindkét egység modern külsőt kapott. A közel 300 négyzetméter alapterületű épület energetikai korszerűsítésen esett át, így megújult a külső hőszigetelés, kicserélték a nyílászárókat, a fűtési rendszert is modernizálták és akadálymentesítésre is sor került. Villánykövesdre sok szempontból figyelek, mert Mohács 500 fejlesztéseinek is részese ez a térség. Ugye a szóba hozott közösségi téren kívül ott nemrég gyönyörűen megújult a községen átmenő közút. Elérte Villányról a kerékpárút a települést, amit egyébként vinni akarunk Palkonya irányába, majd át a hegyen a második Mohácsi csata színhelyére. Ezzel a nemzeti identitás erősítése is a cél, melyre szintén nyílt lehetőség a pályázatban. Az eszköz és bértámogatáson túl a közösségi szintér belső felújításon esett át. 2026-ra az 500. évfordulója, a csata 500. évfordulója, azt akarom, hogy ez a szűken vett térség minden szempontból megfeleljen azoknak az igényeknek, ahogy ki kell nézni a körzetem ezen részének az 500. évfordulóra. És ebben egy fontos beruházás ez is, amit ma avattunk, ez a közösségi tér is orvosi rendelő Villánykövesdén. Az orvosi rendelő szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően újult meg. A meglévő alapellátást biztosító épületen belül áthelyezték a szolgáltatást az akadálymentes megközelíthetőség céljából. Emellett a rendelő belső felújítására is sor került, csapadékvízelvezetési rendszert építettek ki, valamint az orvosi eszközállomány is bővült.